Olyan régóta akarom megcsinálni ezt a videót, hogy gyakorlatilag azt sem tudom, hol kezdjem. Annyi mindent gyűjtöttem össze, egy csomó jegyzetet készítettem, a Facebookon felhívást tettem közzé, hogy akinek van valami közlendője a témával kapcsolatban, az tegye meg, mondja el nekem, hogy hogy élte meg az elmúlt fél évét, vagy több mint fél évét, hogy a végén nem jutottam oda, hogy összegezzem, mit is gondolok a digitális oktatásról. Vagy akárminek is nevezzük. Nagyon sokan távoktatásnak hívták, van, aki távolléti oktatásnak, van, aki távolléti digitális oktatásnak, van, aki online alapú távolléti digitális oktatásnak. Annyiféle elnevezés volt, hogy fogalmam nincs, hogy melyik az adekvát kifejezés. Az biztos, hogy nem távoktatásról volt szó, az egy tök külön műfaj, ha valakit érdekel, nézzen utána. Maradjunk annyiban, hogy online platformokat használtunk arra, hogy megpróbáljuk augmentálni, megpróbáljuk kiterjeszteni a jelenléti oktatást, vagy legalábbis megpróbáljunk alternatívákat találni, amelyek nem valami fajta újszerű oktatási módszert vezetnek be, vagy új megoldásokat adnak a kezünkbe, hanem megpróbálják azokat a jól bejáratott metodológiákat működtetni, amelyeket jelenléti oktatás szinten szoktunk használni. Fontos már az elején kijelenteni, hogy itt elsősorban az én tapasztalataimról, illetve nyilvánvalóan mások tapasztalatairól is szó lesz, de anonimizált formában, vagyis megpróbálom összeolvasztani a saját élményeimet és tapasztalataimat azokéval, akik megtiszteltek azzal, hogy megírták vagy elmondták nekem. Rengetegen voltak, szerencsére hallgatók is nagyon sokan, ami fantasztikusan jól esett, mert így talán egy picit teljesebb képet lehet alkotni arról, hogy mi is történt, hogy is történt, mi volt jó, mi volt rossz, hogy kellene ezt az egészet másképp csinálni. Amikor először elhatároztam, hogy erről a témáról beszélek, akkor ez még nyáron volt, vagyis nagyjából az első fél év, vagy hát nem teljes fél évnek a tapasztalatait próbáltam meg összefoglalni, de túlságosan indulatosra és frusztráltra sikerült általában. Azt meg azért nem akartam, hogy egy ilyen dükkitörés legyen az egésznek a hozadéka. Én valamiféle gondolkodást szeretnék elindítani erről, mert úgy tűnik, hogy ez a modell a vírushelyzet miatt, vagy fene tudja, talán a vírushelyzeten túl is maradni fog. Márpedig ha marad, akkor talán itt az ideje átgondolni, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, min kellene változtatni, és min ne változtassunk semmiképp. Nézzük, hogy is történt ez az egész, mi ennek az egésznek a kontextusa. Mindenki tudja, az is, aki nem vett ebben részt, hogy 2020 márciusában egyszer csak a teljes oktatás átállt egy digitális platformú megoldásra, vagyis senki nem léphetett be az iskolák területére, otthonról kellett megoldani a tanítást és a tanulást is. Ebben már egy csomó olyan dolog felmerül, amit jó lenne átgondolni, és jó lenne egy picit a jövőben tudatosabban csinálni. Itt nyilván nem arról van szó, hogy kellett volna, ezen egyrészt túl vagyunk, másrészt túl gyors volt az egész átállás, túl nagy a pánik és túl nagy a megilletődöttség is talán, ahhoz, hogy valamiféle tudatos és jól felépített reakciót és struktúrát tudtunk volna kiépíteni, tehát nem erről szeretnék beszélni, ez ekkor megtörtént, de azért már akkor is látszott, hogy egy csomó olyan kérdésben rendet kellene tenni, amelyek az alapokat, infrastruktúrális alapokat illetik. Egyrészt sokat beszélünk arról, hogy hálózati társadalomban élünk, de vajon tényleg igaz-e infrastruktúrálisan mindez? Magyarán szólva, eljut-e minden háztartásba olyan minőségben az internet, amilyen minőségben egy digitális oktatásnál szükség van arra? Kettő. Ha már megvan az infrastruktúrális háttér, vajon eszközben hogy állunk, vajon tényleg képes-e minden család kitermelni magának annyi eszközt, amennyire szükség van az oktatáshoz? Most ugye, ha hozzáveszünk azt, hogy a szülők még mondjuk home office-ban dolgoznak, akkor számoljuk ki, hogy hány eszközre van szükség, és azok az eszközök mind egyszerre rácsatlakoznak arra az infrastruktúrára, ami adott, vajon az az infrastruktúra el fogja bírni ezt az egész terhelést. És ha ezen túljutunk, akkor jön a harmadik kérdés, vagyis megvannak azok a platformok, bejáratott, betanult, jól használható platformok, amelyek segítségével egy ilyen helyzetet át lehet hidalni, vagyis könnyedén át tudunk állni a jelenléti oktatásról a digitális alapú online oktatásra. Ami tavasszal kiderült, hogy gyakorlatilag lenullázhatjuk az egészet, vagy legalábbis majdnem. Hamar kiderült, hogy már az infrastruktúránál problémák vannak,
Nyilván felsőoktatásnál ez kevésbé ütközött ki, de mondjuk általános iskoláknál és még középiskolánál is, főleg az ország bizonyos területein azt láttuk, hogy nagyon sok tanuló, diák, hallgató azért esik ki az oktatásból, mert egyszerűen nincs hozzáférése a hálózathoz. Utána jött a következő lépés, ha hozzáférése volt valamiféle hálózathoz, akkor nem volt megfelelő az az eszköz, amivel csatlakozni tudott. Nagyon sokan például a mobiltelefonnal próbáltak megoldani olyan feladatokat, amelyeket korábban személyi számítógéppel vagy laptoppal csináltak. Ha valaki már szerkesztett szöveget mobilon, akkor nagyjából érti, miről beszélek. És akkor ott van az a fránya, harmadik pont, ezt nyilván az intézményeknek kellene biztosítani, vagyis olyan platformokat létrehozni és működtetni, amelyek akár békeidőben is használhatóak és integrálhatóak a jelenléti oktatásba. Nagyon sok helyen nagyon gyorsan elvéreztek ezek a rendszerek. A közoktatásban a krétát erőltették, nem szeretnék túl sok mindent mondani a krétáról, nem erre való, nagyon sokszor, nagyon hamar be is hasalt, gyakorlatilag használhatatlan volt még egyszerű kommunikációs platformként is. Ezt én magam is tapasztaltam, és nagyon sokan megerősítettek ebben. Egyetemi szinten pedig nagyon kevés helyen volt már eleve olyan úgynevezett LMS, Learning Management System, vagyis tanulás segítő, tanulást menedzselő rendszer, amiben valódi oktatást lehet folytatni. A Neptune, a CoSpace és társai nem tanítási platformok, ezek az adminisztrációt könnyítik meg valamiféle integrált rendszerként, de nem alkalmasak arra, hogy például egy szigorúan vett vizsgát, pláne egy államvizsgát lebonyolítsunk rajta. Félreértés ne essék, egyébként ez nem kifejezetten magyar jellegzetesség, a világon mindenütt hasonló dolgokról számoltak be, a nálunk sokkal fejlettebb részekről is, vidékekről is olyan visszajelzéseket kaptam, ahol a fejetlenség, az átgondolatlanság és a platformok hiánya, illetve rendszertelensége adta az alapproblémát. És ott jött aztán a metodológia maga, valamiképpen mindenki megpróbálta megúszni, vagy ha nem is megúszni, legalábbis kényelmesebbé tenni ezt az átállást, vagyis olyan dolgokat próbált meg erőltetni, amelyek nem biztos, hogy az online platformokon vagy digitális formában annyira nyerők. Mondok egy példát, megszoktuk, hogy a hallgatókkal egy légtérben egymással vitatkozva, egymással beszélgetve dolgozzuk fel az anyagokat. Na most ennek a megfelelője nyilván valamiféle Skype, Zoom vagy egyéb videokonferencia alkalmazás lenne, azonban hamar kiderült, hogy a képernyők előtt ülve teljesen átalakul a csoportdinamika, és nem igazán hallottam olyan tapasztalatról, ahol hurrá optimizmussal fogtak volna bele már a harmadik ilyen órába is. Nyilvánvaló hozzá lehet szokni, meg lehet tanulni ezeknek a rendszereknek a használatát, hogyan viselkedjünk, mit lehet és mit nem lehet csinálni egy ilyen rendszerben, de alapvetően az nagyon gyorsan bebizonyosodott, hogy el kell felejteni azt, hogy ugyanolyan jellegű oktatást tudunk végezni, mint a jelenléti oktatásban. Pláne ha belegondolunk abba, hogy hány órát kell aktívan a számítógép képernyője előtt vagy mobil képernyő előtt tölteni úgy, hogy a figyelmünket arra a képernyőre koncentráljuk, akkor hamar kiderül, hogy az angol száz kifejezések, a Zoom fatigue és társai, vagyis a videokonferenciák által előidézett fáradtság, kimerültség, lelombozódás, az valós szimptómaként jelenik meg mindenkinél, oktatónál, hallgatónál egyaránt. Ha valaki nem az élőzés útját választotta, hanem megpróbált előre felvett konzerv videókkal kommunikálni, vagy legalábbis az előadásokat ilyen formában megoldani, az pedig azt vette észre, hogy a YouTube-ról már ismert figyelemgazdaság az, ami mentén valamiképpen meg kell határozni például egy videó hosszát, tehát nem lehet másfél órán át beszélni, pontosabban lehet, csak senki nem fogja végighallgatni. Tehát olyan 20 perc alá kell menni ezekkel a videókkal, az pedig ugye sokan úgy gondolják, hogy már a minőséget fogja befolyásolni, vagyis nem lesz alkalma az előadónak mindent elmondani. Nyilvánvalóan hamar kialakult mindenkinél az a metódus, hogy hogy tudja megoldani, hogy tudja leginkább a saját szája íze szerint folytatni az oktatást, de abban egyetérthetünk, hogy olyan fajta hibrid megoldásokat alkalmaztunk mindannyian, ami valahogy éppen az alapoknál bukott meg, hiszen nem integrációban gondolkodtunk, hanem mindig megpróbáltuk behelyettesíteni azokat a dolgokat, amiket megszoktunk egy online vagy digitális megfelelővel. És itt elindulhatunk visszafelé a problémák szintjén. Vagyis nem volt olyan platform, nagyon ritka, hogy bármely intézmény olyan platformmal rendelkezett volna, ami minden igényt ki tudott volna szolgálni, vagyis
nagyon egyszerűen át lehetett volna állni a jelenléti oktatásról a digitálisra. Még azok is, akik kifejezetten digitális írástudók, ők is elég sokat küszködtek azzal, hogy egyrészt is tápolják azokat a kollégákat, akik kevésbé vannak otthon ezen a területen, másrészt megpróbáljanak olyan megoldásokat találni gyakorlatilag egy hét alatt, ami fenntartható lesz egészen végig. És itt van a másik probléma, a tervezés problémája. Nagyon sokan azt csinálták, hogy gyorsan összeültek és gyorsan megpróbáltak valamiféle tűzoltó jelleggel kitalálni megoldásokat, azonban ez olyan szétszóródást, olyan szóródást jelentett, mind tartalmi, mind platform tekintetben, hogy sok esetben a diákok, hallgatók is csak kapkodták a fejüket, hogy vajon ezt hogy fogják most összefogni, ugyanis amikor elkezdünk adott feladatokat különböző platformokra dezignálni, különböző megoldásokat találni hozzá, óhatatlanul szétszóródik a figyelem, óhatatlanul valamiféle talajvesztettség következik be, nem tudjuk követni, egyébként oktatóként sem feltétlenül tudjuk már követni azt, hogy mit, hol, milyen határidővel, milyen formátumban kértünk vagy adtunk meg. Ebből aztán adminisztrációs problémák is adódhatnak. Ez a platform jellegű szóródás eredményezte azt, hogy az eszközhasználat is meglehetősen problémássá vált, hiszen sokan olyan platformokat választottunk, amelyek esetleg nem voltak kompatibilisek a hallgató vagy a diák adott eszközével. Vagy ha netán éppen kompatibilis is volt, olyan hálózati infrastruktúrát igényelt, amelyet nem tudtak biztosítani akár családi szinten sem. Rengeteg történetet hallhatunk mármint ilyen mindenféle Facebook fórumokon, zárt fórumokon a lemorzsolódásról, hiszen hivatalosan ez egy sikertörténetnek van minősítve gyakorlatilag minden szinten, azért sokkal árnyaltabban látják azok, akik ebben részt vettek. Szóval a lemorzsolódás az egy valós dolog volt, egyrészt területi szinten behatárolható, másrészt nyilvánvalóan társadalmi osztály szintjén is. Hozzátenném még azt is, hogy még a leginkább felkészült és legjobban eleresztett családoknál is adódhatott probléma. Az előbb említettem már, hogy sokan home office-ban dolgoztak, most ha elképzeljük azt, hogy az egész család otthon van és mindenki teljesen mással foglalkozik egy adott időpontban ugyanazon infrastruktúrát használva, na ott akkor adódhatnak problémák, ez szerintem könnyen belátható. Ha mindezt rávetítjük egy olyan családra, ahol már az alapok sincsenek meg, és még talán a motiváció is hiányzik, akkor érthetővé válik, hogy miért történt meg az, amit gyakorlatilag megtörténhetetlennek minősítettek, vagyis hogy egyes emberek, egyes hallgatók, egyes diákok egész egyszerűen eltűntek a rendszerből. De még akik részt is tudtak valamilyen szinten venni az egészben, az egész átállásban, és valamilyen szinten tudták követni a tananyagot, illetve az órák menetét, ott is problémák adódnak, nyilvánvaló, hogy a legnagyobb problémák a közoktatásban jelentkeznek, hiszen egyetemnél már elvárható egyfajta önállóság a hallgatóktól. Nyilván ez is területfüggő, tehát mondjuk egy gyakorlati képzésnél eléggé problémás mindent online megoldani, gyakorlatilag lehetetlen vállalkozás, de mondjuk olyan helyeken, ahol több elmélet vagy előadás centrikus a felépítése a különböző programoknak, ott talán azért elvárható, hogy a hallgató aktivizálja magát és próbáljon utána nézni bizonyos dolgoknak. Közoktatásban azért ez problémás, főleg ahol alapszkilleket tanítanak még, olvasás, számolás, stb. Gyakorlatilag lehetetlen megoldani azokkal a rendszerekkel, azokkal a platformokkal, amikre nem is voltak felkészítve sem pedagógusok, sem családok, mert ugye itt a családok szerepe kiemelten fontossá vált, sem pedig a diákok. Nagyon fontos a mindenféle technológiai és infrastrukturális kérdés mellett a terhelés kérdése. Voltak olyan kollégák, akik a lehetőségektől megrészegülve akarva, akaratlanul is túltolták az egészet, vagyis olyan terhelést róttak a hallgatóra ugyanazért a kreditért, megszerzendő kreditért, ami már irreálissá vált. Emellett persze voltak olyanok is, akik teljesen megpróbálták távol tartani magukat, vagy legalábbis minimálisan beleártani magukat ebbe az egész online őrületbe, ezért ott csökkent a terhelés, és ugyanazért a kreditszámért például egyetemen adott esetben ugyanazon hallgató teljesen más munkát volt kénytelen elvégezni. Ez a végére egyébként kezdett normalizálódni, de főleg az elején óriási kilengéseket lehetett tapasztalni, akár egy adott oktató munkáján belül is. Nyilvánvaló, hogy
ez az útkeresés fázisa, és mindenki megpróbálta belőni azt, hogy mi az, amit meg lehet valósítani, akár hallgatói oldalról, akár a saját oldalamról, és mi az, ami már túlmegy azon a határon, amit még el lehet viselni. Erre azt gondolom, hogy mindenképpen muszáj lenne megtalálni egy kompromisszumos megoldást, muszáj lenne beleépíteni a rendszerbe ennek a vizsgálatát és felügyeletét, nem lehet azt csinálni, hogy az egyébként szabályzatokban lefektetett munkaterhelést felülírjuk csak azért, mert mondjuk most másféle platformon folyik az oktatás. És most jutunk el oda, amiért tulajdonképpen vártam ennek a videónak az elkészítésével, mégpedig arra a fázisra, amikor gyakorlatilag így vagy úgy, de mégiscsak újraindul a rendszer, hol hibrid megoldással, hol egyértelműen digitális oktatással, hol pedig bátran jelenléti oktatással próbálják átvészelni a második ilyen fél évet, vagyis a második olyan fél évet, amit a vírushelyzet alapvetően befolyásol és meghatároz. Több helyen is oktatok, azt látom, hogy vannak olyan helyek, ahol a fennmaradó időt, például a nyári szünetet arra használták ki, hogy a még nem integrált, de szükséges dolgokat integrálják a rendszerbe, és olyan keretet adjanak az oktatók és a hallgatók kezébe, amivel azonnal intuitíve és integráltan tudnak mit kezdeni, vagyis az oktatást olyan szinten tudták elkezdeni, amilyen szinten, minőségben, metodológiában azt eleve elvárták. Vannak azonban olyan helyek is, ahol megmaradt a platformok szétziláltsága, szétszórtsága, ráadásul a jelenléti oktatást kombinálják a digitális oktatással, talán ez a leginkább elterjedt modell. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem arról beszélek, hogy valami országos szintű egységes rendszer álljon be, és mindenki abba tagozódjon be. Ez nézeteim szerint nem fog működni, vagy nem működne, teljesen felesleges ebbe az irányba elmozdulni. Az azonban mindenképpen működhet, hogyha egy-egy oktatói közösség, tanári közösség, iskolák leülnek, megbeszélik, hogy kinek mire van szüksége, és megpróbálnak egységes platformot létrehozni, vagy összegrundolni annak érdekében, hogy mindenki egy irányba evezzen, ne legyenek különböző kilengések, nyilván itt a kompromisszum nagyon fontos, de azt gondolom, hogy a siker érdekében meg kell tenni ezt az alapvető lépést. Egy másik probléma, ami gyakorta felmerült, és keveset beszélünk róla, ez a pszichés oldala az egésznek. Gondoljuk csak bele, mondjuk egy hallgató, kollégista, ott van az infrastruktúra, ott vannak az ismerősök, az egész környezet már egy megszokott bejáratott rendszert jelent számára, és egyszer csak így nem csak az oktatás áll át egy teljesen más metódusra, hanem gyakorlatilag az élete változik meg, hiszen el kell költöznie, ki kell költöznie a kollégiumból, adott esetben haza kell mennie, vagy albérletbe kell költöznie. Megváltozik gyakorlatilag minden, ami eladdig az életét szervezte és rendszerezte. Ha hozzávesszük azt, hogy ez az egész nem csak pszichés, hanem szociális kérdés is, hiszen hogyha az az adott hallgató egy olyan család sarja, akik nem tehetik meg, hogy megfelelő infrastruktúrát biztosítsanak, vagy netán éppen munkanélkülivé váltak a vírus helyzet miatt, és mondjuk a hallgatónak kellett munkavállalóvá válni a tanulmányai mellett, akkor azt látjuk, hogy többszörösen rétegződnek a problémák, és az, hogy egyébként hogy tanul, mit tanul, vagy milyen rendszeren tanul, huszadlagos kérdéssé válik. Azt gondolom, hogy ezek nem ilyen külsődleges kérdések, ezeket nagyon átgondolva bele kell integrálni abba az egységes vízióba, aminek felépítésével vagy kidolgozásával egy adott intézmény próbálkozik. Sokan sok helyütt beszélnek a digitális szakadékról, a digitális írástudásról, tudatos média használatról. Azt hiszem, hogy ez az elmúlt pár hónap kifejezetten főpróbája volt annak, vagy ha úgy tetszik, egy kutatás, egy emberkísérlet volt arra nézvést, hogy hogy is állunk ezzel a kérdéssel. Azt gondolom, hogy a digitális szakadék több szinten jelent meg, mint azt előre sejtettük, vagy legalábbis nyilvánvalóan tudtunk nagyon sok aspektusáról, de talán nem kellőképpen súlyoztuk, vagy nem tekintettük át eddig minden aspektusát olyan szinten, amilyen szinten erre szükség lenne. Nagyon sokan beszélnek generációs kérdésről a digitális szakadék tekintetében, azt gondolom, hogy ez volt a legminimálisabb probléma. Csalóka az, hogy a Z generáció, az alfa
alfa generáció, meg mindenféle generációk sokkal inkább benne vannak ebbe az egész digitális média használatban, mármint hogy benne vannak felhasználóként, de nem biztos, hogy értik ezeknek a működését. Azok, akik digitális bevándorlóként érkeznek ebbe az egészbe, nyilvánvaló számukra egy tanulási folyamat ez az egész, azonban nem biztos, hogy ez hátrány. A digitális szakadék mellett talán a legfontosabb kérdés az, azt gondolom, hogy a kommunikáció. Minden oldal arról számolt be, hogy a másik fél nem tud kommunikálni. A hallgatók azt mondták, hogy az oktatók nem voltak elérhetőek, amikor elérhetőek voltak, akkor nem arra válaszoltak, vagy nem úgy válaszoltak, vagy nem olyan mélységben válaszoltak a problémákra, ami szerintük elvárható lett volna, vagy amire szükségük lett volna. Az oktatók pedig azt mondták, hogy a hallgatók eltűntek, és nem voltak hajlandóak kommunikálni velük. Valahogy az emberi kommunikációt meg kell szoknunk ezeken a digitális platformokon, és ha már megint a platform kérdéséhez érkezünk el, egy olyan integrált rendszerre van szükség, ahol a kommunikáció gyakorlatilag olyan természetes módon, olyan egyszerűen és közvetlenül folyhat, ahogyan egyébként jelenléti oktatás esetén már ezt megszoktuk. Hogy miért is voltam én frusztrált és dühös az elmúlt hónapokban, és miért halogattam ennek a videónak az elkészítését? Nos, egyértelműen azért, mert nem láttam, hogy bármiféle konszenzus vagy proaktív gondolkodás jellemezné az intézményeket a tekintetben, hogy mi fog történni az őszi fél évben. Nagyon kevés helyen próbálták meg azt az integrációt akár metodológiai, akár platform szinten végrehajtani, amire azt gondolom, hogy elengedhetetlenül szükség van most. A legtöbben még mindig abban gondolkodnak, hogy ezt a kis időszakot valahogy vészeljük át, aztán majd visszaállunk valahogy az eredeti rendszerbe, és gyakorlatilag egy ilyen közjátékként fogják föl az egészet. Azt gondolom, hogy ebből az egészből akár pozitívan is ki lehetne jönni, hogyha azokat a dolgokat, amik sikeresek, amik jól használhatóak, jól működnek, integráljuk az egyébként jelenlétő oktatásra beállt oktatási rendszer működtetésében, valami olyan hozadékkal jöhetünk ki ebből az egész válságból, ami előre lendíti például módszertanilag az oktatást. Fontos lenne az is, hogy ne vegyük alapból természetesnek azt, hogy csak azért, mert a 21. században élünk, mindenki ugyanolyan szinten, ugyanolyan hozzáféréssel tud digitális eszközökön együttműködni. És ha már itt tartunk, gondoljuk át az adminisztratív feladatokat is. Hihetetlen módon megnőtt az adminisztratív feladatköre minden pedagógusnak és oktatónak, erről megint csak nagyon keveset beszélünk, de amellett, hogy egy új szisztémát kellett kitanulnia hirtelen mindenkinek, beletanulnia abba, hogy hogy tudja majd folytatni azt a munkát, amit eddig akár évtizedeken keresztül teljesen másképp végzett, iszonyatos adminisztratív terheket róttak mindenkire. Ha már a 21. században élünk, talán ezeket a terheket meg lehetne oldani akár automatizálással, akár digitalizálással. Számtalan esetben hallottam azt, hogy ami eddig digitális alapon folyt, még azt is papír alapúvá tették, ami teljesen ellentétes mindazzal, ami egyébként a világban történt. Kiemelten fontosnak tartanám a szakmai konzultációkat, a szakmai kompromisszumokat, amelyek elősegítenék egy újfajta metodológia létrejöttét, vagy legalábbis annak a kereteit lefektetné, hogy hogyan tudunk hasonló helyzetekben, vagy éppen ebben az adott helyzetben, adott szituációban a lehető leghatékonyabban működni. A hallgatókkal, diákokkal, tanulókkal együtt gondolkodjunk, komolyan véve azokat az igényeket, azokat az elvárásokat, és azokat a tudásokat, azokat az alapszkilleket, ami nekik megvan, és esetleg mondjuk az oktatói oldalon nincs meg, hogy össze tudjuk hangolni az elvárásokat és a lehetőségeket. Nem úszhatjuk meg, hogy a hallgatói és az oktatói jóléttel foglalkozzunk, vagyis a pszichés háttérrel, mert enélkül nem fog működni semmi. És hogy visszatérjek a mantrámhoz, nem úszhatjuk meg, hogy az egyes intézmények integrált platformmal álljanak elő, vagyis egy olyan all-in-one solution próbáljanak összehozni, amivel a hallgatók és az oktatók, a tanárok és a diákok egyaránt megfelelő módon tudnak működni. Egész egyszerűen azt látom, hogy nem szalaszthatjuk el azt a történelmi lehetőséget, hogy újra gondoljuk az oktatási rendszereket, hogy átgondoljuk a metodológiákat, és hogy a 21. századra szabott oktatási modelleket dolgozzunk ki. Jelen pillanatban nem látom ezt bekövetkezni. De ne nekem legyen igazam, mert akkor megint dühös leszek és frusztrált, és megint nem csinálok videót. Ami persze lehet, hogy sokaknak tök jó lesz. Mindegy.